És végre eljött a várvált pillanat, amikor egy kicsit az ember felszabadultan röhögcsélhet és nevethet, hiszen nézheti a NASA videókat. Úgyhogy ez hála Groove and Sooth csatornának egy NASA válogatás, úgyhogy ezt fogjuk megnézni, és megpróbáljuk megfejteni, hogy mit is látunk. Hát kezdjük egyből egy ilyen, ugye itt csak eltűnik a haver, ahogy befordul a sarkon. Ezt nyilván már az alienektől vették, ezt a technikát és ezt a technológiát. Hát ez a bohóc, ez ugye továbbra is, hát ez az, amire az emberek ugye azt mondják, hogy ők az űrben vannak, és ott pörögnek, forognak, Smarties tesznek, meg vizet pocsolnak mindenfelé. Ugye persze, hát a valóság azért más, hiszen ők egy stúdióban vannak, Kaliforniában, vagy Houstonban, és ott gyakorlatilag ezeket a felvételeket készítik. Itt még egy remek példa arra, hogy hogyan is készül ez CGI-jal, vagyis számítógépes grafikával ez az egész. Hoppá. Hát ezek ugye már a kabaré kategória, amit az emberek hogy nem veszik észre, hogy a buborékok hogy jönnek, mennek és közlekednek az űrben. Gyakorlatilag folyamatosan. Hoppá. Hát igen, ez eléggé. Ugye itt egy operatőr látszik. A víz alatt. Búvárruhában. Hoppá! Szóval neki már nem jutott szkafander, úgyhogy neki búvárruhába volt kénytelen megoldani ezt a műveletet. Itt ugye már jutott neki szkafander, de ezen a felvételen sajnos csak búvárruha jutott neki, úgyhogy hát ez van. Biztos nagyon sok embernek ez fájdalmas, a felismerés, hogy itt búvár jeleneteket lát, és az egész életében gyakorlatilag hazugságokkal etették, és ő ezt bevette. De hát ez így van, ezen mindenki átesik, aztán valaki vagy elfogadja, vagy nem. Itt ugye megváltozik a mikrofon. Gyakorlatilag azon kívül, hogy lebegnek, azon kívül igazából semmi más nem is. Semmi más nem is csinálok ott egy ilyen, az ujjával történt valami. Hát ez a probléma azzal, hogyha ugye a valóságot próbálja valaki meghamisítani, hogy ez nagyon nehéz, hiszen különösen most, hogy annyi ember figyeli és látja. Sokan kérdezték, hogy hogyan is lehetséges az akkor, hogy valóban lebegnek. Hát így. Ezek ugye repülők, ami zuhanó repülésben fél perce képesek. Ugye a háttér teljesen mozdulatlan, míg az ő haja az így össze-vissza lebeg. Hát talán ez az egyik leg... Ez az egyik legszánalmasabb, ez a női hajak.
Ami érdekes ezen a képen az az, hogy ahogyan ahogyan ő mozog maga a tükröződés a buborékban, az teljesen mozdulatlan. Hiszen ez két külön felvétel. Hát a hajáról nem is beszélve az... De hát a gyerekeknek ez elég, a felnőtteknek meg már mindegy, ők már teljesen droidba vannak. Itt viszont mozog. Ezért is mutatja meg, hogy... De ezen a képen is mozog, szóval ebből is látszott, hogy az a felvétel az nem egyszerre készült a kettő. De hát nekik nem is kell már igazából erre figyelni, ez a szörny, ez a probléma az egésszel. Hiszen az emberek teljesen drónban vannak, és nem is érdekli őket igazából. Ugye ez azt mondja, hogy a tükröződésnek a buborékban mozognia kellene. Igen, van egy nő a azt hiszem a jobb oldalt mondja. Akinek egyszer csak lesz egy narancs a kezével. Ja, igen, egyszer csak elővarázsol egy narancsot a kezéből. Jó, oké. Mit ez az? Hát igen, igen. Szóval a kérdés az, hogy is lehet azt elhinni, hogy ez a valóság, hát ez van, ugye? Vagy ez? Ugye itt azt mondja majd, hogy welcome to our fantasy land, szóval... Isten hozta a fantázia földjét. Igen. At first, this looks like a full motion scene to me, but on closer inspection, I think this is a suspended mode scene. When it's sped up, you can kind of see them swinging, and it has the same backdrop as the other suspended mode scenes. And then there's this weird part. Rick Mastrak. Ugye azt magyarázza a videón, hogy ez, mikor fel van gyorsítva, akkor látszik igazán, hogy valóban minden fel van függesztve, és ez nem egy eredeti felvétel. Ezt próbálja magyarázni. Yo. Puts out his hand and he moves forward. Maybe he's using his feet to wedge himself forward somehow, but it doesn't look like it. The floor is smooth. His foot is behind that blue handle that's attached to the floor that he keeps both of his feet under and keeps shuffling back and forth on. He sticks his left hand out and then he just moves forward. Here's Superman. Yeah. Ugye az, hát ez egyértelmű ebből, hogy és igazából csak ő előre csúszott. Az, igen. And he just moves forward. He is Superman. And then he just moves forward. Igen, Superman csak úgy előre csúszott gyakorlatilag a semmi hatására. És repült. The extended mode is much quieter than the full motion mode. In full motion mode, you can actually hear the sound of the jet engines, the engines of the airplane. Hát igen, ez a kommentár, ő azt mondja, hogy hallatszik a motor, a repülőgép motorja, ahogyan ugye ő azt, hát lehetséges egyébként, hogy valóban ez egy repülőgép belsejében van, és így csinálják meg magát ezt a gravitáció nélküli lebegést,
hogy zuhanó repülésben van egy gép, és ő azt mondja, hogy ezt a hangot halljuk gyakorlatilag. In every single scene of full motion mode, in every segment of the International Space Station, you can hear this loud sound, the sound of the jet engines. You could argue that it's the air conditioning system. Not even an office air conditioner is that loud. És természetesen ezt a zajt annak tudja be, hogy ez a repülőgép motorja. Persze, nyilván valaki azt mondaná, hogy ez a maga a klíma. De a hajra nincs magyarázat. Sajnálom, akárki akármit is mond, de aki elhiszi, hogy a haja így állna, még ha lenne is ilyen, hogy szabad levegés, és stb. De hát a haja, hogy így állna, hát ez egy vicc. Sok lett a daje. That's because no matter how soundproof you make it, you can't filter out all of the sound of the jet engines. An airplane is. Igen, és hogy a beszélő. De hát hogy is van ez? Még egyszer vissza. A koli szobánk, ugye amikor koliban laktam, ott voltak durva dolgok, de hát még ott sem volt talán ilyen rendetlenség a szobákban, vagyis nem is tudom, hogy ez hogy van, hogy egyáltalán ezt csak így lehet, hogy ide, szóval, hogy is gondolhatja valaki, hogy egy 150 milliárd dolláros szerkezeten az űrben ilyen körülmények uralkodnak, hogy madzagokkal vannak lekötve a dolgok, és felnőtt emberek sajnos ebben élnek. You can put noise cancelling headphones on when you're on a plane, and that doesn't stop the sound from getting through, it muffles it. They also use microphones that don't pick up very far away. Igen, és akkor ugye arról van szó, hogy a mikrofon megszűri magát, ezt a zajt. Akik látták a videót a Van Allen Beltről, természetesen nem pontos az ahogyan mi tudjuk, illetve ahogyan azt ott elmagyaráztam, de az kétségtelen azokból az adatokból, amiket ott bemutattam, hogy elismerten, ők is elismerik a NASA, hogy nem tudjuk elhagyni sajnos a Földet. Ez nem az én véleményem, az idézet magától Van Allentől, illetve a NASA egyik idézőjelben tudósától, de több más tudományos vélemény is ezt mondja, hogy a Föld légkörét nem, orbitját nem tudjuk elhagyni. És egy újabb példát hallhatunk rá itt. To destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's egyelőre mi csak a Föld. We only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. We only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. Fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. We only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. Fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. We only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. Szóval elismerik, hogy csak az annyira, csak a maga, amit orbitnak hívunk, a Föld orbit, ez a ami a legközelebbi része az idézés űrnek, ameddig el tudunk jutni. De hát addig sem tudnak eljutni, még azt is csak ilyen búvár videókkal, meg a dajerot hallja tudják létrehozni, hiszen egyszerűen nem lehet elhagyni a Földet, úgyhogy ezzel be is fejezném, és majd a következőben folytatjuk ezt. Hát nem tudom, én várom szeretettel a hozzászólásokat, hogy ki mit gondol, és hogy vajon ezekre a dolgokra mi a magyarázat, és hogy miért csinálják, és hogyha valóban ott vagyunk, akkor miért kell hamisítani, ha nem vagyunk ott, akkor miért kell azt mondani, vajon mi a jelentősége annak, hogy mindenkit meggyőztek arról, hogy a Föld lapos, inkább, mint hogy azokat a kommenteket, akik még mindig droid módjára próbálják magukat és másokat meggyőzni arról, hogy amit láttunk itt, ez a kabaré jelenetek, ez a valóság. Szóval
Mindaddig, amíg valaki kulturáltan és valamiféle értelmet tükrözve véleményt formál, az nagyszerű, de a többiek azok sajnos nem fognak megjelenni a hozzászólás részben. Úgyhogy a legjobbakat mindenkinek, és hamarosan jelentkezem. Amennyiben tetszett a videó, és hasznosnak találtátok, kérlek osszátok meg az ismerőseitekkel, akár Facebookon, akár egy bármelyik social media platformon, és ne felejtsetek el feliratkozni az Infobubble-re a YouTube-on, ahol rendszeresen töltök fel videókat akár a világpolitika eseményeiről, a bibliai proféciákról, vagy pedig a lapos földről, és a Facebookon is megtalálhatjátok az Infobubble oldalt. Ott is ugyanúgy, ha lájkoljátok, akkor megkapjátok a feltöltéseket, amiket rendszeresen frissítek. Köszönöm, és remélem, hogy ezzel hozzájárultam valamennyit ahhoz, hogy meglássátok, hogy a világ egy nagyon-nagyon különböző és más hely, mint ahogy azt mi nagyon sokáig hittük.